Nyugdíjemelés visszamenőleges hatálya. Változás a prágai kormány Bősszel kapcsolatos magatartásában? Nincs egyetértés a televízió elnökének megítélésében a parlamenti pártok között. Viharos órák a budapesti közgyűlésen. Tovább tart a napos, meleg idő. Jó estét kívánok! Magyarországra látogat a brit miniszterelnök. Londonban hivatalosan is bejelentették, hogy Major május 28 és 29-én folytat tárgyalásokat hazánkban, varsói és prágai látogatása után. Brit kormány főleg utóbb két éve járt Budapesten, Margaret Thatcher személyében. És most beszámoló a kormány mai üléséről. A magyar kormány aggodalommal vette tudomásul, hogy az ENSZ biztonsági tanácsa elé olyan javaslat kerülhetett, amely lényegesen csökkenteni kívánja a békefenntartó erők létszámát Boszniában, jelentette be László Balázs kormányszóvivő. A kabinet kidolgozta és az országgyűlés elé terjeszti az idei korrekciós nyugdíjemelés tervezetét. A javaslata a rendelkezésre álló 10,1 milliárd forintot az 1989. január 1-je előtt megállapított, saját jogú vagy egyesített nyugellátásban részesülők számára kívánja biztosítani. Az emelés átlagos mértéke havi 560, legkisebb mértéke 200 forint, természetesen a nyugdíjazás évének és a letöltött szolgálati időnek a függvényében. Beszámolt László Balázs arról a kormányrendeletről is, amelynek értelmében a kárpótlási jegyért vásárolt földtulajdon kimérési és bejegyzési eljárása a polgárok számára illetékmentes, költségeit tehát az állam viseli. Amíg a kutatás nem kap megfelelő támogatást, addig nem lehet elvárni, hogy a műszaki fejlesztés a gazdaság motorja legyen. Ezt hangsúlyozták az Innovációs Kamara rendkívüli elnökségi ülésén. A szakemberek szerint ezen a téren tovább romlottak a feltételek. A tavainál lényegesen kevesebb a pénz. Az Innovációs Kamara ezért a kormányhoz és az országgyűléshez fordul, hogy az idén is biztosítsanak 7 milliárd forintot a műszaki kutatások és fejlesztések folytatására. Nyilvánvaló, hogy ezzel a határozott követeléssel előbb-utóbb foglalkoznak majd az illetékes parlamenti fórumok is. Az országgyűlési bizottságok egyikének mai üléséről a következő tudósítás számol be. A kulturális bizottság 13 kérdésére kellett volna válaszolnia a televízió elnökének jogi helyzetével kapcsolatban az országgyűlés alkotmányügyi bizottságának, ám a másodikig sem jutottak el a képviselők. A vita első percétől kezdve az SZDSZ-nek az volt az egybehangzó álláspontja, hogy Hankis Elemér nem tekinthető államtitkárnak, a televízió pedig nem állami szerv, hanem különös helyzetű közszolgálati intézmény. Értelmezésük szerint az elnök államtitkári kinevezése jogi értelemben nem ugyanezt jelenti egyéb kötelezettségei és államtitkári járandósága ellenére. A Fidesz a többi között azt a véleményt képviselte, hogy az elnök önmaga munkáltatója a munkatörvénykönyv rendelkezései szerint. Az MSZP pedig kétségbe vonta a miniszterelnök munkáltatói jogait. Ha a televízió nem lenne állami szerv, akkor jog felett állóan magánbirodalomnak is tekinthetnénk, érveltek a kormánypártok képviselői. Ám ez esetben kétségessé válna a köztársasági elnök kinevezése is. A kormánypárti többség 11 szavazattal 6 ellenében azt fogadta el, hogy egy ma is érvényes 1974-es határozat alapján a televízió kormányfelügyelet alatt álló költségvetési szerv, két vezetője pedig államtitkár, illetve helyettes államtitkár. Az elmaradt 12 kérdés megválaszolását a bizottság elnapolta. Göncz Árpád köztársasági elnök kétnapos körutat tesz a Dunántúlon. Mai programja a Somogy megyei Csurgon kezdődött. A 156 évig református, majd 44 évig állami gimnáziumként működő iskola mai ünnepségén megjelent Göncz Árpád köztársasági elnök és az iskola egykori diákja Fűr Lajos honvédelmi miniszter. Fűr Lajost a Csurgói Önkormányzati Testület javaslatára a város díszpolgárává avatták. Göncz Árpád délután Szombathelyre látogatott, ahol találkozott dr. Konko István megyés püspökkel is. Az egyházi vezető végigkalauzolta a püspökvárnak is nevezett és értékes műalkotásokban gazdag palota termein. Egy rövid kiáldomás után a köztársasági elnök végül az emlékkönyvben bejegyzésével és aláírásával gyarapította az illusztris vendégek névsorát. Külpolitikai híreink élén ismét harcokról és összecsapásokról számolunk be. Szarajevóban lövedék csapódott be abba a szállodába, ahol az ENSZ katonákat szállásolták el. A támadás során megsebesült egy kanadai katona.
Időközben bejelentették, hogy a kéksisakosok kétharmadát ideiglenesen kivonják a boszniai fővárosból és Belgrádba költöztetik. Szarajevo csóra elhagyják a nemzetközi szervezetek. Először a Nemzetközi Vöröskereszt, majd az Európai Közösség megfigyelői csoportja, aztán a tudósítók zöme. A boszniai fővárosban ma kiújultak a harcok. Iricsát és a köztársasági erők két irányból támadták, aztán a szerb milicisták lendültek ellen akcióba. A repülőtér felett vastag füstoszlop látható, tehát ott is újabb harcok voltak. Az ellenzéki pártok már erőteljesen bírálják a hadsereget és a szerb vezetést a boszniai kudarcok miatt. Az ellenzék nem is hajlandó részt venni a választások előkészítéseként tartott kerekasztal tanácskozáson. A szervezetők pedig a béketüntetők meghívásának nem tesznek eleget. Oromhegyesre már napok óta hiába várják a szerb miniszterelnököt, hogy választ adjon az újabb tömöges mozgósítással kapcsolatban. A délszláv válsággal foglalkozott nyilatkozatában az ENSZ főtitkára is. Guterres Gali szerint Boszniában csak akkor van mód békefenntartók telepítésére, ha azt minden érdekelt fél igényli, és ha előzetesen létrejön a tisztenet. A Los Angeles-i kerületi ügyész bejelentette, hogy per újrafelvételt kezdeményez az egyik fehér rendőr ügyében, akit fölmentettek egy fekete férfi bántalmazásának vádja alól. Az esetről készült videófelvételekből ugyanis megállapítható, hogy a rendőr indokolatlan brutalitással lépett föl. Emlékezetes, hogy az eset kapcsán kitört faji zavargásokban 58-an vesztették életüket, és több mint 2000-en megsérültek. Kulcsfontosságúnak ítélik meg Moszkvában a független államok közössége jövőjének szempontjából a Taskentban honlap kezdődő csúcs találkozót. A tanácskozáson valószínűleg elválik majd, hogy mely államok kívánják a jobbára csak konzultációs szerepet betöltő államalakulat összetartását. Megfogyva báb, de törve nem, legalábbis egyelőre. Igazoltan ugyan, de a holnap kezdődő taskenti fák találkozóról három államfő is hiányzik majd. Kravcsuk ukrán elnök Koivisto finn államfőt látja vendégül, helyette Fokin kormányfő utazik. Kravcsuk különben sem vár sokat az összejöveteltől. Nem az a fontos, mondta, hogy ki ül a tárgyalóasztalnál, inkább az, hogy milyen határozatokat hoznak. A kisinyovi elnök Nyegúr azért marad otthon, mert megsértődött a Nyeszter menti úgymond szeparatistáknak nyújtott orosz támogatás miatt. Akájev kirgisz államfő pedig fontosabbnak tartja hivatalos kínai látogatását, mint a taskenti csúcsot. A kétnapos találkozó napirendjén 15 témakör szerepel. Egyebek között a Szovjetuniótól örökölt nemzetközi egyezmények, és végül az örök téma a szétzilálódott gazdasági kapcsolatok helyreállítása. A szlovák miniszterelnök bejelentette, hogy tovább folytatják a bősi vízerőmű építését az úgynevezett C-variáns alapján. Csernogurszki szerint nincs jelentősége annak, hogy Budapest átadja Prágának a hivatalos okmányt a szerződés felmondásáról. A szlovák politikus ugyanakkor hozzátette, a közös megoldásban továbbra is érdekeltek, hiszen nem csupán bősről, hanem a szélesebb értelemben vett csehszlovák-magyar kapcsolatokról van szó. Délelőtt egyébként összeült a csehszlovák szövetségi kormány. Az ülés fő napirendi pontja a bősi vízerőmű volt. A csehszlovák kormány kész elfogadni az Európai Közösségek Bizottságának következtetéseit, valamint kész megfontolás tárgyává tenni a bősi vízi erőmű építési munkálatainak a felfüggesztését, amennyiben a magyar fél ugyanilyen készséget nyilvánít ki a bizottság állásfoglalásának a tiszteletben tartására. Így hangzik a mai csehszlovák kormányülésről közzétett közlemény kulcsmondata. A csehszlovák kormány kész tárgyalni a magyar féllel az európai közösségek képviselőinek a részvétele mellett. Mégpedig a prágai hírek szerint az európai közösségektől eredő indítvány értelmében a jövő hétfőn Bécsben. Prága már ki is jelölte Zdenko Pirek külügyminiszterhelyettes személyében a csehszlovák küldöttség vezetőjét. Nem világos ugyanakkor, hogy mennyire ért egyet mindezzel Jan Csarnogurszki szlovák kormányfő, aki délben még arról beszélt, hogy az építkezést nem állítják le. A bősi erőműről nyilatkozott egy prágai lapnak a magyar külügyminiszter. Jeszenszky Géza elmondta, hogy Magyarország elfogadja azokat a feltételeket, amelyeket az európai közösség szabott. Így a feleknek a szakértői vizsgálat ideje alatt tartózkodniuk kell minden olyan tevékenységtől, amely előre meghatározza az erőmű sorsát. A magyar diplomácia vezetője egyben hangsúlyozta, hogy az erőmű körüli vitának nem szabad megrontania a két ország közötti viszonyt. Továbbra is hazánk nemzetközi kapcsolatairól, de immár itthonról. Európa hét vezető újságírója ma egy honvédségi helikopterrel, 2 órás repülés során saját szemével ismerkedhetett meg azzal a hatalmas területtel, amelyet a bős nagymarosi beruházás megvalósulása alaposan veszélyeztet.
A politikai körülményekről Jeszenszky Géza külügyminiszter tegnap, a geológiai viszonyokról pedig ma repülés közben szakemberek tájékoztatták a nagy érdeklődést mutató újságírókat. Láthatták a majdnem kész bősi erőművet és azt a csatornát, amelyen a Duna vízkészletének nagy része elkerüli majd a régi medret. Ez a repülés segített érzékelni annak a területnek mértékét, amit ez a nagyszabású terv érint majd, ha megvalósul. Ráadásul itt, Európa egyik legszebb részén. Mit mondhatunk mi újságírók erre? Politikai döntésre van szükség Magyarország és Csehszlovákia között. Antal József ma délelőtt fogadta a dr. Ahmad Fatih Surur vezette egyiptomi parlamenti delegációt. A miniszterelnök nagyra értékelte Egyiptom szerepvállalását a nemzetközi politikában, és mint mondotta, az európai térség biztonsága elválaszthatatlan a közel-keleti térség békéjétől. A kétoldalú kapcsolatok fejlődéséről szólva a tárgyalófelek rámutattak, hogy Hosni Mubarak közelgő budapesti látogatása hozzájárulhat a két ország szoros baráti viszonyának további mélyüléséhez. A ma reggel hazautazó portugál alkotmánybírósági elnök magyarországi tapasztalatairól számolt be a Híradónak. 4 napos itt tartózkodásom alatt figyelemmel kísérve a magyar politikai élet és a jog változását úgy látom, hogy a portugál gyakorlathoz képest a magyar alkotmánybíróság olyan kérdésekkel is foglalkozni kénytelen, amelyek nálunk már nem játszanak szerepet. Ez a magyar demokrácia fejlődési stádiumával magyarázható. Válaszolt a kérdésemre a portugál alkotmánybíróság elnöke, majd hozzátette, semmelyik alkotmánybíróság sem határoz közvetlen politikai kérdésekben, hanem feladata szerint az ország alkotmányára támaszkodó jogi döntéseket hoz. Ez azonban pont a feltett kérdések jellege miatt rendszeresen politikai következményekkel jár. A Szovjetunió felbomlásával kialakult helyzet, az utódállamokban felhalmozódott nukleáris fegyverek, illetve azok ellenőrzésének, felügyeletének problémái okozzák a legtöbb fejfájást a NATO számára. Erről William Taft, az Egyesült Államok NATO nagykövete számolt be mai előadásában. Elmondta, komoly biztonsági kihívás jelent az egész európai biztonsági rendszerre a kelet, illetve Közép-Európában fokozódó nacionalizmus, etnikai szeparatizmus. Elég csak Boszniára, Karabakra vagy éppen Moldovára gondolni. Az Egyesült Államoknak láthatóan minden energiáját lekötik a volt szovjet köztársaságokban zajló események. Ami hazák NATO tagságát illeti, úgy vélem, hogy most inkább az Észak-Atlanti Együttműködési Tanácsban rejlő lehetőségeket kellene jobban kihasználni. A teljes jogú tagság nem kizárt, ez mindenek előtt a konkrét körülmények alakulásától függ. Úgy 5-6 év múlva válhat igazán aktuálissá ez a kérdés. Korszerű szeizmológiai állomást kapott a Budapesti Földrengésjelző Obszervatórium a német kormánytól. Az ajándékozás hátterében az áll, hogy a leszerelési erőfeszítések keretében nemzetközi összefogásra van szükség a megfigyelés és az ellenőrzés tökéletesítésére. Magyarán arról van szó, hogy csak korszerű műszerekkel lehet megkülönböztetni a nukleáris robbantásokat a természetes eredetű földmozgásoktól. A pártok és a tömegszervezetek életéből ez lehetne a címe a most következő hír összefoglalónak. Az első jelentés arról szól, hogy a kereszténydemokrata néppárt ismertette új agrárprogramját. A kereszténydemokraták nagy hangsúlyt helyeznek a mezőgazdasági magánvállalkozásokra, de támogatni kívánják az új típusú szövetkezeteket is. A párt kötelezné a szakminisztériumot, hogy évente tegyen jelentést az országgyűlésnek a mezőgazdasági dolgozók helyzetéről. Az MDF nem kíván részt venni a rádió-TV vitában, mivel az a parlament és a kormány hatáskörébe tartozik, hangsúlyozta Medgyaszai László, a Demokrata Fórum alelnöke. A Békés Csabai választás tapasztalatainak összegzésekor elhangzott az is, hogy mindaddig nem foglalkozik a párt az ellenzék által létrehozott választási koalíciókkal, amíg azt hivatalosan be nem jelentették. A helyi választási bizottság állásfoglalása szerint egyébként szintén nem történt törvénysértés a békéscsabai választási kampányban. Ugyanakkor egy megjegyzésében a bizottság elmarasztalja a pártot. A hirdetést azt nem, ezt a bizonyos ominózus hirdetést nem az MDF adta fel, hanem egy magánszemély Békéscsabán, amit hát nem tudom, hogy mással mivel lehet még igazolni, mint egy számlával, ami az ő nevére van kiállítva. A Magyar Szocialista Párt 3. kongresszusa holnap délután 2 órakor zárt üléssel kezdődik. Előre láthatóan késő éjszakáig tart majd a vita, amelynek során tisztújításra is sor kerül. Szombaton 10 órától nyilvánossá válik a kongresszus a vasárnap délutáni zárásig. A szegedi sportcsarnokban megrendezésre kellő pártkongresszus kapcsán a vezetés szándéka, hogy a következő 2 esztendőre szakmai, politikai stratégiát dolgozzon ki.
Ezt szolgálja két kiadvány, amely szerint van jobb út. Egyben azt is illusztrálja ez a két füzet, hogy létezik egy baloldali szociáldemokrata program. Az MSZOS szövetségi tanácsa az Alkotmánybíróság határozatában foglaltakat tudomásul veszi, és rövid időn belül benyújtja vagyonelszámolását az állami számvevőszéknek. Nagy Sándor kijelentette. A kormány a parlamenti képviselők elé terjesztette a novemberi szakszervezeti választásokról szóló törvénytervezetet. Ezt azonban nem egyeztette a szakszervezetekkel, így azt vissza kellene vonnia. A szakszervezetek között jelenleg zajlik az erre vonatkozó egyeztető tárgyalás. A közös megállapodást a kormánynak mindenképpen figyelembe kell majd vennie. Egy hír erejéig térjünk még vissza Békés Csabára. Nem lépett vissza a szocialista jelölt az időközi parlamenti választás második fordulójától. Korábban felvetődött annak a lehetősége, hogy az MSZP képviselője lemond a részvételről a liberális jelölt javára. A következő jelentés helyszíne Budapest. A fővárosi közgyűlés rendkívüli ülése úgy döntött, hogy a két igazgatójelölt közül egyiket sem nevezi ki a fővárosi állat- és növénykert élére. Rövid vita után döntött a testület az első magyarországi magánegyetem létrehozására alakult Corvin Egyetem alapítvány támogatásáról. Az előterjesztésben szereplő 25 millió forint helyett azonban csupán 5 milliót szavaztak meg egyszerre a képviselők. Ezután két órás személyeskedésektől és politikai kirohanásoktól sem mentes vita következett a fővárosi zenekar megalakításának majd egy éve húzódó ügyében. Végül is a közgyűlés részben önálló költségvetési szervként létrehozta a Budapesti Fesztivál zenekart. Ugyanakkor azonban megbízta a jogi bizottságot, vizsgálja meg, történt-e ezzel kapcsolatban valamilyen jogszabálysértés. A fővárosi közgyűlés hozzájárult ahhoz is, hogy az Árpád híd fő pesti körzetében évek óta kihasználatlanul álló több mint 30 ezer négyzetméteres területet vegyes vállalati formában hasznosítsák. Két látszólag egymástól távol álló szakma találkozott össze egy szolnoki konferencián, a rendfelügyelete és a lélekápolása. Pest és Békés megyében már hagyományai és eredményei vannak a közös munkának. Sorra alakulnak a megyei rendőrfőkapitányságok pszichológus tímjei, ők mondták el, most még érdeklődő társaiknak, hogy a hagyományos szakértéstől a rendőri munka imázsának megteremtéséig, az alkalmassági vizsgálatoktól a rendőrök mentálhigiénés gondozásáig mind a feladataik közé tartoznak. Gyermekcipőben jár még a kapcsolat a két szakma között, de hogy valami megindult, jelzi, hogy önálló tanszék lett a rendőrtiszti főiskolán a lélektan, hogy a képzésben már 3 fél évet kapott ez a tudományág. Kapcsolatápolása határainkon túlélő magyarsággal. Egy alapítvány, illetve az újonnan alakult újságíró szervezet amerikai és kanadai tapasztalatairól lesz szó a következő tudósításokban. A határainkon kívül élő magyarság kölcsönös kapcsolatainak támogatására létrehozott alapítvány előadó utakat szervez olyan nyugati és tengeren túli országokba, ahol jelentős számban élnek magyarok. Céljuk, hogy a kint élő hazánk fiai hiteles képet kapjanak a magyarországi rendszerváltozásokról. Az alapítvány politikai pártoktól függetlenül kíván működni. Olyan emberekkel tárgyaltunk és olyan kapcsolatokat teremtettünk, amelyek arra hivatottak, hogy a magyarországi helyzetről hiteles képet lehessen adni a nyugati angol, francia, német nyelvű nagy orgánumokban. Tehát egyfajta visszacsatolás. Adósságról, befektetésekről, hiterekről, azaz gazdaságról innen-onnan. A vizsgálatot 1990-es dátummal zárták le, és akkor az államadósság 1400 milliárd forint volt. Az eladósodás már 1968-ban megkezdődött, ám igazán 1973-tól az olajárobbanástól kezdve egyre inkább felhalmozódott. Oka? Miközben a világ országai sürgős gazdaságpolitikai lépéseket tettek, nálunk minden változatlan maradt. Sőt, a hibás lépések kormányzati pártapparátusi döntéseknek köszönhetők. Ez vezetett a jelenlegi helyzethez. Ráadásul mindezt tetézte néhány észszerűtlen állami beruházás. Pusztán Bős Nagymaros 120 milliárdos terhet jelent az országnak a következő évekre. Ugyanakkor az is tény, hogy jelenleg az államadósság 350 milliárd forinttal haladja meg az 1990-es szintet. Viszont ha az ország jövedelemtermelő képessége nagy mértékben gyorsul, úgy az adósságterhek viszonyítva az állami bevételekhez számottevően csökkenhetnek.
Bázelbe utazott Botpéter Ákos, aki kettős minőségben, mint közgazdász szakértő és mint a Magyar Nemzeti Bank elnöke, a magyar gazdaság átalakulási folyamatáról tart előadást 200 Magyarországon befektetni szándékozó svájcina. Bár mindenki egy konkrét iparágba akar befektetni, de szeretné tudni az ország működőképes-e, mik a kilátásai, és milyen környezet lesz ebben az országban 2 év múlva, 5 év múlva, 10 év múlva. Azt hiszem, fölfedezték Magyarországot, úgyis, mint egy kis, de fejlődőképes országot, és úgyis, mint Kelet-Európának egy potenciális kiemelkedő központját. A Világbank elkészítette a világ ezévi fejlődéséről szóló jelentését. A Nemzetközi Pénzintézet szakértői ma Budapesten ismertették az elemzést, amelynek kiemelt témája a fejlődés és a környezet kapcsolata. A tanulmány többek között azt vizsgálja, hogy miként hat a gazdasági növekedés a harmadik világországaiban a környezetre. Milyen károk következhetnek be, ha a fejlődő országokban nem változtatnak az eddig alkalmazott környezetvédelmi politikán. Mit lehet tenni a vizek, a levegő tisztaságának megőrzéséért, a környezeti erőforrások észszerűbb felhasználásáért. Külön fejezet foglalkozik a közép- és kelet-európai országok állapotával is. A tanulmányból részletek egyelőre nem közölhetők mindaddig, amíg a világ minden országában nem publikálták az adatokat. Vranicki szövetségi kancellár is fogadta Bécsben Palotás Jánost, aki a Vállalkozók Országos Szövetségének képviseletében azt próbálja feltérképezni, milyen befektetési lehetőségek nyílnak a magyar magántőke számára a környező országokban. Az majd ezután válik el, hogy milyen eredménnyel. Napról napra közeledik a társadalom biztosítási kártyák érvényesítésének határideje, mi pedig hétről hétre arról vagyunk kénytelenek beszámolni, hogy kevesen kérték meg munkahelyükön a szükséges igazolást. Gond van a betegbiztosítási kártyák érvényesítésével, mondják a társadalom biztosítás munkatársai. A forgalom jóval kisebb a vártnál, naponta körülbelül 500-an jelennek meg 2500 helyett. Eddig összesen 7500 igazolványt érvényesítettek a 110 ezerből. Ezek szerint június végén csúcsforgalom lesz az irodában, amit a megerősített szolgálat sem tud majd zavartalanul lebonyolítani. Itt mondjuk el, hogy a hibás igazolványok cseréjét a dolgozók a munkáltatóknál, a munkanélküliek a munkaügyi hivatalokban, a nyugdíjasok a nyugdíjfolyósítóknál, a szociális ellátásban részesülők az önkormányzatoknál kérhetik. Érdemes komolyan venni az érvényesítést, mert július 1-e után pénzt kérnek az egészségügyi ellátásért azoktól, akiknek nincs érvényes biztosítási igazolványuk. Csak nem fél évszázadnyi időt kellett kibőjtölnie lábatlan és környéke lakóinak, hogy végre megszabaduljanak az egészségüket rontó cementportól. Ma avatták fel ugyanis a svájci Holder Bankkal közös vállalatot alapított cementgyárban az elektrofilterekkel felszerelt berendezéseket. Volt olyan év, amikor 600 ezer tonna cementet termeltek, és ennek 10%-a került naponta a levegőbe. A megváltást végül is a privatizáció hozta. A svájci partner nagy összeget szánt a gyár korszerűsítésére. Eddig már 300 millió forintot költöttek az elektrofilterek felszerelésére. Mint már beszámoltunk róla, nem hivatalos értesülés érkezett arról, hogy a csehi-szlovák kormány esetleg hajlandó felfüggeszteni a bősi erőmű építését, még mielőtt a tárgyalások el nem döntik az erőmű sorsát. Nos, ezzel kapcsolatban a miniszterelnöki sajtóiroda röviddel ezelőtt közleményt tett közzé, amely úgy szól, hogy amennyiben ezek a hírek, ezek a jelentések hivatalosan is megerősítést nyernek, a magyar kormány kész korábbi állásfoglalásának megfelelően tárgyalásokba bocsátkozni. A kulturális életben is terjed a pluralizmus, és az egy akol egy pásztor elfejett sorra alakulnak, illetve születnek újjá hasonló szellemiségű képzőművészeti társaságok. A Csontvári Galériában ma nyílt meg a Mennyánszki Társaság első kiállítása. A világ kortárs képzőművészetében a legutóbbi években egyre nyilvánvalóbb a figuratív alkotások előretörése. Ezt a stílust, az epikus művészetet vallják magukénak a Mennyánszki Társaság tagjai, akik a nemzeti művelődés jövője érdekében széleskörű mozgalmat kívánnak indítani. Egyik céljuk a rajztanítás rangjának visszaállítása, hiszen mindennapjainkban egyre nagyobb szerepe van a képnek. A társaság másik feladatának a magyar történelem a haza és a nép sors problémáinak képzőművészet általi bemutatását tekinti. Párizs ma elköszönt a kék angyaltól. A francia főváros egyik legnagyobb templomában egyházi szertartáson búcsúztatták el Marlene Dietrichet, a múlt héten 90 éves korában elhunyt művésznő.
mivel Dietrich a francia becsületrend tisztje volt, koporsóját a francia trikolor takarta. Földi maradványai édesanyja sírja mellett Berlinben kerülnek végső nyughelyükre. Műsorunkból már csak az időjárás jelentés maradt hátra. Mára megköszönöm figyelmüket, a viszontlátásra. Nemhogy Közép-Európában, de még kontinensünkön is alig találunk csapadékot adó felhőzetet. Ennek oka az a nagy kiterjedésű anticiklon, amelyik mintegy elzárja az Atlanti-óceán felől érkező nedves léghullámok útját. Magyarországon holnap...